A kőbányai önkormányzat idén első alkalommal hirdette meg Kőbánya építészet díja pályázatát. Az elismerést az épület létrehozásában, felújításában közreműködő építető, tulajdonos, tervező, illetve kivitelező részére adományozták. 24 pályaműből 8 dicséret elismerésben, 4 pedig Kőbánya építészeti díja 2024 elismerésben részesült. A teljesség igénye nélkül néhányat felidézünk közülük Somorai László fotói alapján. Kőbányán is igaz, hogy a város főépítészének munkája leglátványosabban, a városkép formálódásában jelenik meg, és ezért is kérdeztem Mozsár Ágnest arról, milyen érzés volt újra egyben látni a díjazott épületeket. Ez tulajdonképpen a munkám megtetőzése egy ilyen díj, mert ugye, hát igen, 13 éve dolgozom Kőbányán, ami nagyon fontos volt, hogy egy ilyen összegzés is szülessen, és látva, külön-külön láttuk ezeket az eredményeket, vagy az épületeket a tervtanácsokon, vagy egy-egy megbeszéléseken, de együttesen, így most, így összegezve, hogy ennyi jó volt, és ennyire nehéz volt a sok 24 pályázatból kiválasztani a sok jobból a legjobbakat. Hát ez egy olyan, azt mondom, hogy megmérettetés volt, de remélem, hogy amit itt látnak, az példázza azt, hogy milyen fontos itt az építészet és a fejlődés. És még egy fontos érzek ebben a díjakban, hogy olyan épületek kaptak díjat, ami más számára is egy követendő példa lehet, hogy sok jó épület van, de ezek, akik díjazottak voltak, ők még egy plusz is tettek hozzá. Példának említem a Dekon épületét, ami egy teljesen hagyományos, szokványos családi házból, felújításból, hogy tudott egy kortárs elemet hozzátéve egy nagyon korszerű és nagyon, hogy mondjam, kívánatos városképet mutató épületet csinálni. De hát a többit is, az operázat, szóval végül is mindegyiket tudnám említeni. Vagy a Richternek a magas raktára, aki képes volt egy energetikai felújításból még pluszt csinálni, és egy olyan homlokzati elemet is pályázat útján megvalósítani, ami ugye a Gyömrői útról messzőről látszik, tehát itt is példát mutat az, hogy hogy lehet egy ipari épületet felújítani. Tehát nekem ezek mind-mind számomra is tanulság, meg szeretném, hogyha itt a kőbányai további, akik mások is építészetben gondolkoznak, vagy fejlődésben, mint a lehessen ezek az épületek. Hogy tapasztalta, hogy itt ugye egy több éves periódusról, annak az összefoglalásáról, megkoronázásáról van szó, hogy egymásra ezek a típusú fejlesztések, építészeti alkotások húzó hatással vannak? Én azt gondolom, ott a helyben mindenképpen, de avval, hogy most itt szélesebb, tehát jobban megismertetni az embereket ezzel, akkor én mindenképpen hiszek benne, és reménykedem is benne, hogy másnak is hatással lesznek. Tehát az mindenképpen fontosnak tartom, hogy megismerjék, nem csak a szűkebb közösség, vagy az, ahol épülnek ezek, hanem akár egy egész, sőt, én mondhatnám azt, hogy Budapest nagyságrendű kiterjesztéssel is egy fontos lehet. Főépítészként erre a folyamatra hogyan tudhatni? A továbbfejlesztéssel? Hát ugye a tervtanácsokon keresztül, ugye a rendeleteinken keresztül,
hogy tudjuk javaslatokat tenni, hogy még hatékonyabb legyen ez, és még élhetőbbé, szerethetőbbé váljanak ezek az épületek. Tehát mindenképpen a tervtanácsi, ugye az a tervtanácsban is benne van, hogy tanácsot adni, hogy milyen jó épületek születhessenek. Nagyon sokat segít, hogy a kerület az támogatja a felújításokat, azokat a felújításokat, akár családi ház, akár társasházi, ami szemmel látható, hogy jót tesz. Tehát az, amit befektet az önkormányzat pénz, ahhoz nagyon sok magántőke is hozzájárul, és nagyon szép épület. Itt is látszottak a példák, hogy tud megújulni egy-egy épület, és ugye a szomszéd is akkor már megújítja legközelebb a következő. Tehát én azt gondolom, hogy rálépett Kőbánya a fejlődés útjára, és tovább fog fejlődni. A pályázat történetéről a város polgármestere Dékovács Róbert Antal elmondta, hogy a Hölgy utcában tavaly rendezett Hölgyfesthez vezetnek vissza a szálak. Pár hónappal ezelőtt Kőbányán szerveztünk egy rendezvényt, itt a hagyományos városközponti részben, Hölgyfestnek neveztük el, nem véletlenül a Hölgy utca adott otthont ennek a rendezvénynek, és igyekeztünk birtokba venni, kihasználni az utca minden lehetőségét, a történelmi múltját, vizsgálva azt, hogy hol volt a sertéskereskedő háza, és azelőtt a sertésekkel kapcsolatos installációk jelentek meg, és minden egyebet igyekeztünk föltárni. Sétálgattam az utcában, és két épület homlokzata is a szemembe tűnt. És akkor döbbenten csaptam a homlokomra, hogy nekünk létezik egy rendeletünk, amely az építészeti alkotásokat igyekszik elismerni, és ezt a rendeletet bár megalkottuk lassan egy évtizede, de ezt a passzusát soha nem alkalmaztuk. Nem jellemző rám, hogy elfeledek ilyen dolgokat, úgyhogy a következő hétfői vezető értekezleten már ezt föl is vetettem, és akkor elindítottuk a pályázatot. Elindítottuk, mert tudtuk azt, itt lappangott közöttünk annak az ismerete, hogy Kőbánya az elmúlt években, évtizedben jelentős változáson ment keresztül. Olyan tudatos városfejlesztési törekvések jelentek meg, melynek nyomán a közreműködő partnerek, építészek, beruházók, befektetők olyan megoldásokat hoztak a városba, amely a múltra építve a jövőt hozza nekünk, egy olyan város jövőképét, amely Kőbánya esetében mindenképpen azt gondolom indokolt. Hiszen van egy olyan múltunk, ipari múltunk, történelmi múltunk, építészeti értékeink, amelyeket őrizni kell. Van a városnak egy a múltjában, az ipari szerepében egy törés. Törés, hiszen a rozsda övezetek sokasága jelzi azt, hogy a hagyományos ipar, nehéz ipar az megszűnt a városban, a város szövetét itt föl kell oldani, újra kell gondolni, és ebben megjelhetnek az új szereplők, és látjuk azt, tudatos törekvés, hogy a lakó funkcióval bíró övezeteknél is az elszegényedés, szömösödés után milyen megoldásokat lehet és kell alkalmazni, hogy a város új pályára legyen állítható. És ebben számos partnerünk van Kőbányán, és a felhívásra jelentkeztek is igen sokan, a pályázók száma több mint 20, és ma többeket tudunk díjazni. Többeket tudunk díjazni, és én tudom, milyen jó érzés díjat kapni. Hiszen az elmúlt évek során a Kőbánya önkormányzat számos díjat kapott, akár a fogyatékos barát munkahely díjat, akár a kerékpáros barát település, vagy klímabarát település díját, és kaptunk számos építészeti nívódíjat is az általunk megépített épületek értékelésére. Ügyfélközpontunk, orvosi rendelőink, köznevelési intézményeink kaptak elismerést, amikre mi, mikor átvettük, minden nagyon büszkén vettük át, és büszkék voltunk, mert díjat kapni, díjat átvenni jó, ha az ember teljesítményét értékelik, dicsérik, az mindig előre visz. És most ebből szeretnénk egy kicsit visszaadni, hiszen mindaz a tevékenység, amit közösen elvégeztünk a városban, ez vezetett oda, hogy Kőbánya Hildíjas település lett. A Hildíjat nem adják könnyen és ingyen. Én köszönöm önöknek, akik ebben a pályázatban is részt vettek, hogy ehhez hozzá tudtak önök is tenni, hozzá tudtak járulni.
A díjátadást Ongyert Richárd terület és településrendezési vezető tervező vezette, és azt kérdeztem tőle, hogy a sokféle sikeres pályázatban mi volt a közös. Azt hiszem, hogy az, hogy mindegyik olyan, mint Kőbánya egészen, egy nagyon sokszínű, nagyon változatos építészeti és környezeti arculatú közeg, a másik pedig az, hogy mindegyik nagyon magas színvonalon valósult meg a maga műfajában. Valóban nagyon széles skálán mozogtak a pályázók és a pályázatok az egyszemélyes vagy egy család számára épült családi házaktól kezdve az Eiffel műhelyházig. Szinte a szakma teljes vertikuma megjelent itt ebbe a választékba, de mindegyik nagyon magas színvonalon valósult meg, és azt hiszem, hogy további közös tulajdonság, hogy mindegyik nagyon alkalmas arra, hogy széles körbe ismertetve jól jelezze, hogy Kőbánya már régen nem az, mint aminek 30-40 éve gondoltuk, hanem egy dinamikus, megújuló, egyre magasabb társadalmi státussal rendelkező kerületről beszélhetünk. Milyen lelkülettel élnek manapság az építészek, vagy azok, akik ilyen feladatokra, kihívásokra válaszolnak? Értem ezen a kor szellemét, az elérhető anyagokat, a koncepciókat. Hol élnek? Magyarországon. Ma és Magyarországon. Tehát azt mondhatnám, hogy ha kicsit szélesebbre nyitnám a választ, hogy nyilvánvalóan, aki megkap egy ilyen megbízást, az viszonylag jól él, és ebből igyekszik a lehető legtöbbet kihozni. Ugyanakkor pedig nyilván a gazdasági helyzet tükrében, a szélesebb értelemben vett szakma, attól függően, hogy milyen a munkaellátottsága, hogy jut jövedelemhez, bevételhez, eltérő helyzetben van. Kőbánya úgy tűnik, hogy a dinamikusan fejlődő településekkel igyekszik hozzájárulni az építészek számára és a jó közérzet biztosításához. Itt valamennyi díjazott és elismert építészeti alkotás az egyedinek minősült, részletes indoklással is találkozott. Mit gondol arról, ami egyébként az országban legalábbis szerintem tapasztalható, hogy nagyon sok felé épülnek olyan házak, amelyekben viszonylag kevés az az eredeti alkotó fantázia, ami itt ezekben a díjazott művekben megvalósult? Nagyon sok esetben láthatjuk azt, hogy az építészeti alkotó fantázia, ahogy mondta, valóban háttérbe szorul, és nagyon sok esetben láthatjuk azt, hogy az építető, főleg lakásépítési projektnél a bevétel maximalizálás érdekében, ha úgy tetszik, megerőszakolja az építész, tehát olyan megoldásokat követel meg, amely az építészeti színvonalnak a megjelenését vagy megvalósulását alapvetően meggátolja, de hál' Istennek sokféle megoldás tapasztalható. És az is nagyon sokszor látható, hogy a különböző beruházásoknak nem az építészeti színvonala hiányzik, hanem a gazdaságossága, esetleg az értelme, filozófiai háttere, tehát én azt gondolom, hogy ma Magyarországon nem elsődlegesen az építészet az, mint közvetlenül házakat termelő foglalkozás, aminek a nyomán társadalmi viták tudnak kialakulni. Bár az is igaz, hogy valószínűleg a szakma részéről jobb lenne, hogyha sokkal érthetőbben és szélesebb közben tudja elmagyarázni a széles közvéleménynek is, hogy melyik ház miért pont olyan, és miért úgy a legjobb, ahogy megépült. Ezek a díjazott alkotások, mint ahogy általában az építészeti alkotások hosszú időre meghatározzák a saját környezetüket, tehát ott vannak jelen és hatnak az emberekre, a mindennapjaikra, az életükre. Végül is a kőbányai összkép az ön szakmai véleménye szerint milyen? Szerintem fantasztikus. Tehát én megmondom őszintén, mint a zsűri munkájában nem vettem részt, csak erre ezen az eseményen való közreműködésre kaptam meg a felkérést, mikor áttekintettem a mezőnyt, azt láttam, hogy valószínűleg a véletlen hozta ide, én azt hiszem, hogy ilyenkor már inkább programozott véletlenről beszélhetünk, hogy a díjazott alkotások, sőt a pályázatok is nagyon jól tükrözték azt a sokszínű magas színvonalat, ami azt hiszem, hogy Kőbánya megújulásának egy nagyon fontos útmutatója, hogy a régi polgári házak új életre kapásától kezdve Kőbánya, mint lakóterület egyrészt ezekkel a felújításokkal is egyre vonzóbbá válhat, részben az új lakóparkoknak a megjelenése szintén magas színvonalon,
szimbolizálhatja azt, hogy ez a kerület rendelkezik vonzerővel, ami nagyon fontos a mai budapesti kerületek versenyében, és végül pedig azok a nem lakó épületek, mint például a Richter Gedeonnak, vagy más cégeknek, a Boschnak, akár a cégek megjelenése a maga, a magyar ipar élvonalának az építészetében is kiváló működése, megint csak egy szimbóluma lehet annak, hogy a 150 évvel ezelőtt élvonalbeli iparral rendelkező Kőbánya ismét a magyar ipar éllovasai közé tartozhat, és talán a véletlen hozta így, hogy pont az Eiffel Opera műhelyház volt a záró projektje ennek a díjátadónak, ami egy egészen új minőséget, a magas kultúrának az építészeti leképeződését jelképezheti a kőbányaiak és a kőbányárok kívülről errefelé nézők szemében is. A pályázat kiírásához vezető gondolat fontos helyszíne a Hölgy utca, egyik épülete is díjazott. Jankovics Vera és Mártonfi Miklós tulajdonos szakértőként a homlokzat megújításának motorja volt. A kérdés, hogy egy megvalósult álmot láthatunk a Hölgy utca sarkán. Nem a teljes álom az az, hogy az egész épület megújul. Ez most a homlokzatnak a megújítása történt, amit a Kőbányai Önkormányzatnak a nagyvonalú pályázati rendszere, az Organtal pályázat tett lehetővé, mert elég jelentős anyagi támogatást biztosítottak egy fővárosi védett épület homlokzatának a felújításához. Amit mi tettünk hozzá, az az, hogy egyrészt, mint szakmabeliek, a hitelességhez legjobban közel álló felújítást végeztettünk el, és nagyon jó kivitelezőt találtunk szakmai kapcsolataink révén, aki ezt meg is tudta magas színvonalon valósítani. Amikor elkészült ez a homlokzati felújítás, és azóta az életérzés mennyiben változott? Hát nagyon boldogak voltunk, és azóta is nagyon boldogak vagyunk, mert addig ugye a Hölgy utcának a ház felüli oldalán közelítettem meg a házunkat, most lehetőleg mindig a másik oldalról jövök, hogy rá tudjak nézni a házunkra, mert természetesen mi, amikor otthon vagyunk, nem látjuk a házunk homlokzatát. Tehát amikor csak tehetem, mindig gyönyörködöm egy picit a házunkban. A díjazott Hölgy utcai háza Richter látogatóközpont és az Eiffel műhelyház mellett egy kreatívan bővített kisebb családi ház is ott van. Horváth Sándor és Horváth Farkas Zsófia tulajdonosként és felelős tervezőként pályázott. Zsófia élete nagy részét Kőbányán töltötte, a visszatérésről mondta el a következőt. A belvárosból költöztünk ki, van két kisgyerekünk, akkor még csak egy volt, amikor ide költöztünk, és azt tudtuk, hogy ha van valami, ami hiányzott a belvárosban, hogy bár nagyon sokat szeretünk főzni, de ugye nem láttunk rá a gyerekre, a játszótérre nem lehet kiengedni csak úgy, és akkor szerettünk volna így a kert felé egy nagy nyitást a konyhából. És tulajdonképpen ez volt a motiváció, hogy van egy ilyen alap élethelyzet, hogy szeretünk enni, szeretünk főzni, és közben van egy kicsi gyerek, aki meg szeretne kint lenni, és akkor hogy ezt hogy lehet összehozni. Kőbányán rengeteg olyan kategóriájú ház van, mint amilyen az önöké volt valamikor. Ez azt jelenti, hogy a potenciál mindenütt megvan? Szerintem igen. Mindegyikben ott van a potenciál. Egy ilyen projekt rendelkezik olyan engedélyezési, adminisztrációs feltételekkel, amelyeket meg kellett ugrani? A bővítés miatt igen, egyszerű bejelentési eljárással kellett ezt csinálni, illetve a főépítész asszonnyal is egyeztettünk erről a házról. Meg ezen a részen a kerítésnek a kialakításáról kellett egy ilyen főépítészi véleményt kérni, és hogy ezeket meg kell csinálni, de ezek nem bonyolult eljárások, tehát hogy nem attól kell tartani, hogy akkor itt nem tudom, mindenki akadékoskodik, mert mindenki nagyon támogató volt. Tehát hogy egyfajta igényességet elvárnak, de szerintem az jó dolog. Itt aztán nagyon igaz, hogy aki nem hiszi, járjon utána, hiszen a díjazott épületek Kőbánya szerte jól láthatók.